10 évvel ezelőtt Ötvös Kupa néven rendezték meg először Nyíregyházán az U16-os nemzetközi kosárlabda tornát, amely 2 éve már a legendás edző Sallai József nevét viseli. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének új elnöksége is kiemelt feladatként kezeli az utánpótlás nevelést. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Egy fantasztikus szakemberre emlékezünk ezzel a tornával, és minden csapatnak jó egy értékmérő tornán részt vennie a bajnokság megkezdése előtt. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub első alkalommal 4 csapattal rendezte meg a tornát, amely mára népszerű lett az akadémiák körében is. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nincs nagy konkurencia, sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert az országban ebben az időszakban, tudomásom szerint ebben a korosztályban ez egyetlen egy felkészülési torna van, úgyhogy nem volt nehéz dolog jó csapatokat ide hívni, ahogy a mezőny is mutatja. 2 nemzeti akadémia, 2 kosárlabdaszövetség által akreditált akadémiai csapat van itt, és 2 külföldi csapat, természetesen Nyíregyházi Kosárlabda és Nyíregyházi Sportcentrumon kívül. A rendezőklub együttese a 8. helyen zárt. Ferenci Tamás edzőnek nem a helyezés miatt volt hiányérzete a 3 mérkőzést követően. Tudtuk jól, hogy ezen a tornán 3 meghatározó játékosunk, akik idősek, úgymond a korosztályvezetői tagjait 2008-as születésűek, családi elfoglaltság miatt hiányozni fognak. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a csapatomtól, csapatszinten, illetve jó pár játékosomtól egyénileg is sokkal, de sokkal többet vártam ezen a tornán. Időbe jött a pofon, a bajnokság kezdetéig van még 3 hetünk, tehát bele kell állni a munkába keményen és próbálni a hibákat kijavítani. Augusztus hónapban 3 héten keresztül heti 9 edzéssel készültünk. Inkább azt mondom, hogy az edzésnek a minőségén kell változtatni, tehát túl kényelmesek, túl komfortosak vagyunk egymással szemben edzésen, és ezen a 3 mérkőzésen megtapasztaltuk azt, hogy rendkívül agresszívan, keményen vélekeznek az ellenfelek. Számunkra ez meglepetés volt, és szinte minden 3 mérkőzésen 30 vagy ennél több elalott labdánk volt. Ezt az ellenfelek kihasználták, sok könnyű kosarat kaptunk, és azáltal esélyünk nem volt arra, hogy mérkőzést tudjunk nyerni. A 3. Sallai József emléktornát a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia csapata nyerte, a Deasz Akadémia és a Vasas Akadémia együttese előtt.